Ezzel a kis tapogató ruddal fogom kikeresni, hogy hol van a törés széle, mert nem akarok radorozni, mert nagyon úgy néz ki, hogy most itt vannak a halak, és nem szeretném elzavarni. Látjátok, eddig lesőjött, és itt már le is. Itt fogom. Leszúrom. És akkor így megvan a jelölőm. Első lépésben. Kicsi magot veszek. És akkor húzok egy ilyen kis csikot. Itt az akadó fel. Ott vannak. Valószínűleg. Meg persze egyet így is. És meg így néhány szemet ide. Néhány szem fészt. Vegyesen van benne 16-os, 20-as. És néhányat így eldobálok körbe. Egy nagyobb bívbe, egy pár szemet. És igen, és ahova leteszem a végszereléket. És megnézhetitek. Csak halkan, hogy ne csörögjünk. Felteszem rá a bívját. Balról kerülöm meg, mert elvileg ugye így van a bal törés széle, és akkor oda fogom letenni, ahol a kis kampó van, és elvileg még fel is fogom tudni szedni. És egy picit így oldalra húzom, hogy feszes legyen az előke. Még egy picit meg. Így. És a következő, hogy jó kis lapát magot rázolok. Meg még egy kicsit. Ez az. Szépen elindulok oldalra, csak előtte kiveszem a karót. Arra ügyelve, hogy közben ne húzzam el a szerelékemet. És akkor most anélkül, hogy felszednénk a zsinór. A motorral szépen kimegyünk. És akkor itt láthatjátok itt az első kampó, amiben bele fogjuk akasztani a zsinót, ami megtöri, ugye, hogy ide a sziget mögé be tudjuk húzni a végszerelékünket. És most egy kis szépen lassan ügyességgel megpróbálom belehelyezni. Nagyon jó. A nehezén túl vagyunk. Most már mehetünk ki. Láthatjátok, ezek a kis bohócok segítik, ugye, hogy most itt éjszaka tökéletesen kitaláljunk a zsinórok között. Ez egy nagy segítség. Apró dolog, de nagy segítség. Ezt odaadnám Laci bácsinak, és akkor hagyd tegyem már rá a bohócot. Jöhet a következő halacska. Nem mondanám, hogy jó éjszakát, minden nyugodalmas jó éjszakát. Sokan jeleztétek, hogy szeretnétek látni az én fékszerelékemet is. Most ez következik, bemutatom nektek. Először kezdem is a horog előkével. A horog az nem más, mint egy PB Jungle Hook. És ezt a kettes méretű horgot, ezt kicsit furcsálni fogjátok, de ezt a kordának az armakord dobó előkéjéből, tehát ez dobó előkének készült, de ebből kötöm az előkémet, mert nekem ez nagyon lágy, nagyon tetszik, nagyon szimpatikus, és mint látjátok, rendkívül erős, 50 librás, 22,7 kg a szakító szilárdsága, tehát ilyen extrém helyre én azt gondolom, hogy lágyabb és erősebb zsinót nem is nagyon tudok elképzelni. Még egy fontos dolog van, hogy ennél, az, amit előkének használok zsinórnál, van egy pici, még megmutatom nektek, van egy pici bevonat rajta, amit én azt el szoktam távolítani, ez könnyedén el lehet, kétszer-háromszor a körmötökkel végighúzzátok, és már is el van távolítva róla ez a bevonat, és mindjárt ilyen lágy lesz ez az egész előke.
erre fogom felcsalizni most a fész csalit, amit be fogok frissíteni. Annyit fogok változtatni rajta, hogy egy cranberry pop-upot fogok mellé tenni, és nem a fész pop-upot, hiszen mint láthattátok, a cranberry pop-up az tetszik a halaknak, csak ugye kisebb testűek érkeznek rá, és hát ha egy ilyen süllyedővel kombinálva, hát ha egy picit nagyobbat is tudunk lépre csalni. Először a cranberry, aztán a fész, sima etetőcsali. Az egy kicsit nehezebb, ugye, mint a waffle-szési pont, ki fogja jól egyensúlyozni magát. Ha nem, akkor pedig teszünk mellé egy kis olmot. Ide a végére teszek egy stoppert. Ezt elfektetem szépen, hogy elrapuljon a tetején. Kész a csali, ez természetesen egy litkorhoz fogok rögzíteni, amit itt már előre elkészítettem. Ennek a litkor végén található egy quick change, amely PB Product clipsbe van beletéve, és ennyit hanyutassak meg nektek, egy érdekesség, ugye, ez egy apró dolog, amivel a halak védelmét lehet biztosítani, főleg különösen az ilyen akadós területen. Ha ezt meghúzom, látjátok, jön végig a litkor, és ha valahol elszakad a főzsinórotok, akkor a hal el tudja hagyni a komplet szereléket, még akkor is, hogyha netán az ollon már ugye nincsen rajta, de a litkor még ott lóg a szájában, amivel könnyedén felakaszthatja magát egy akadóra. Mondom, különösen egy ilyen vízen, ahol tele van akadóval. Még egy fontos szerepe van ennek a végszereléknek, hogy először, amikor a hal felszedi a csalit, akkor az első ütésnél ugye az ollon fogja megakasztani a horgot, de azután a következőnél már csúszó szerelékre vált, ezáltal az ólom nem terheli a halat, miközben rázza a fejét, vagy próbál menekülni, ugye nem próbálja ez a nagy 200-250 g-os ólom, amit itt használunk, próbálja kitágítani a sebet, vagy akár még ki is szakítani a szájából a horgot. Tehát ez is egy plusz előny ezen a terepen, én úgy gondolom. Következő lépésben az ólom felhelyezése következik. Ebbe a kis klipszbe beleakasztom az ólmot. Én most azért teszek ilyen olmot, mert megpróbálom majd az oldalára tenni a púpnak vagy a platónak, és ugye ettől a kis rücskös olomtól nem fog lecsúszni, tehát tökéletesen megáll az oldalán. És még egy fontos dolog, amire felhívnám figyelmeteket, különös az ilyen akadós vízeken, vannak rajta egy-két ilyen barázda, nem kell teljesen tövig feltolni ezt a kis szilikon kúpot a tetején, hanem csak éppen, hogy az első ennyire így. Ezáltal még nagyobb esélyünk van, hogyha beugrik az akadóba, hogy könnyebben ki tudjuk fűzni, ki tudjuk kampózni a halat. Következő még, amiről nem esett szó, ugye a litkornak a típusáról. Én litkorból a PB-t használom. Én úgy gondolom, hogy ennek a víznek a színe meg a láthatóságához ez a legtökéletesebb. Még ami fontos, hogy láthatjátok, mindig olyan litkort választhatok, ami elég lágy, nem merev. És fontos az tényleg, ezt már Laci bácsi is elmondta a múltkori részben, hogy elég hosszú litkort kössetek. Tehát vannak ilyen előre kötött 90 centis litkorok, azok itt édeskevesek, hiszen a legtöbb hal, a hal nagy része eleve hosszabb, és hogy ne érjen bele, könnyedén elfeküdjön az alján, ne érjen hozzá a hal, ne zavarja a halat, mindenféleképpen hosszabbat kössetek. Az enyémnek a hossza jelen esetben körülbelül olyan másfél méter. Ha ennél nagyobb halat fogok, akkor elégedett leszek. Ezután a következő, a monofil zsinór, ebből megmondom őszintén, én nem engedek, nekem ez nagyon jól bevált, ez a PB Shield nevezetű monofil zsinór, ezt kimondottan kagylós terepre találták ki, tehát hogy kagyló álló, de itt igazából a vízben nincsen kagyló, legalábbis én még nem találkoztam vele, de a rengeteg akadón, amikor mint láthattátok, mikor kampóztunk is minden, hogy végigcsúszott, végighúzta, lehúzott akár 20-25-30 métert végig az összes akadó között, és ott van, tényleg tökéletesen működik, egyszer nem szakadt el, egyszer nem volt vele problémám. Én úgy gondolom, hogy ha ezen a vízen ez a zsinór megállja a helyét, akkor a világon bárhol megállja a helyét. Tehát ezt előszeretettel ajánlom nektek. És az a lényeg, hogy minden esetben, ugye ide a litkorhoz, egy egyszerű kötéssel összekötve, kétszer átfűzöm, és utána itt alul, ahol duplán van, háromszor áttekerem a zsinort, még egyszer, majd a végén kis fület itt, látjátok, ezen áthúzom.
Ezt megfeszítem. Ezt teherautó nem szakítja el. A felesleget levágom. Egy picit hagyok rá, hogy nehogy esetleg mégis valamilyen úton módon, ha meglazul, ki tudjon csúszni. Itt nagyon picit kell ráhagyni. És ez atombiztos. Ami még fontos, ebből a kagylóállóból körülbelül 25-30 métert szoktam fent hagyni. Nyugodtan lehet akár többet is, de én úgy gondolom, hogy a 20-25 méter az bőven elegendő. A 25 métert ugye meghagyom, és a következő, ami még fontos, hogy a 25 méter után kizárólag fonodzsinort használunk. Ez azért fontos, hogy ugye amikor nagyobb távolságot behúzunk, meg láthattátok, volt olyan, amikor háromszor, négyszer megtörjük a kampóval, ugye a zsinórokat betörjük a sziget mögé, akadó közé, stb., hogy azonnal lehessen látni a kapást. Tehát, hogy ha bármi mozgás van, vagy elindult a hal, sőt, van olyan eset, amikor ott van rajta a nagy hal, de ugye egy méter tud ugrani, hopp, azonnal beugrott az akadóba, és ő ott megállt, ott ugye felakasztotta idézőjelbe magát, vagy befűzte magát, akkor mindössze csak az egy méternyi húzás volt, annyi kapást láttál, ami itt bizonyos esetekben, hogyha monofil zsinort használnátok, az is lehet, hogy meg sem mozdul a jelző, még fonodzsinónál ez nem fordulhat elő, azonnal láttátok, kapás van, ugrani kell a csónakba, menni és próbálni minél hamarabb kiszabadítani a halat és ugye felkampózni, és akkor kihozni lehet vele fotózkodni. Ez egy szép hal lesz. Szóval 2,5. Ó, de gyönyör. Bízom benne, hogy a végszerékkel kapcsolatos információk kellően kimeríthetőek voltak számotokra. És még egy dolog maradt hátra ahhoz, hogy elindulhassunk behúzni a végszeréket, mégpedig az, hogy kötök egy PVA-ban tört boilit, meg egészen boilit, már ide előre elkészítettem, a felét félbetörtem, ugye a fele egészenben van, van benne 16-os, van benne 20-as méretű, és akkor ezt fogom ugye a horogra felakasztani azért, hogy koncentráltan a csali alatt is legyen,
hiszen amikor a hal rá fog szívni arra a több csalira, ami ott található az alján, akkor ugye elvileg, hogyha jól működik és jól kötöttük föl a csalinkat, már pedig ezt mindjárt be fogom nektek bizonyítani, hogy azért igyekszem jól felkötni, akkor az lesz a legkönnyebb csali, és amikor rászív erre a csomóra, akkor akarva akaratlanul is ez lesz az első csali, ugye, ami a szájába fog landolni. Onnan már, hogyha tökéletes a horgunk megkötve, akkor már nem szabad, hogy a szájából úgy kikerüljön ez a horog, hogy az ne akadjon meg. Tehát akkor már nyert ügyünk van, de még csak félig, mint már említettem előzőleg is, mert onnan még ugye ki is kell szednünk a halat az akadóból. Na lássuk ezt a PV-ját. Semmilyen nagy ördöngősség nincsen. Ugye azzal kezdjük, hogy a végére, mármint ugye itt meg van kötve, én mindig előre megkötöm a görcsöt és úgy teszem majd el. Azért kell a műanyagban tárolni, mert ugye, hogyha egy kis nedves idő van, párás, stb., akkor ugye azonnal elindul az oldódásnak, és akkor nem értünk semmit, csak tönkretesszük a PVA-nkat. Ebbe a kis csőbe beletesszük a bojlikat, amit ugye már mondtam, hogy előre elkészítettem, félbetörve egész szembe. Ami nagyon fontos még elmondani itt a PVA-nál, tehát az, hogy most milyen márka legyen, nagyon fontos, én csak egy dolgot mondok, igyekezzetek törekedni márkás PVA-kra, mert én már nagyon-nagyon sok rosszat láttam a piacon, és nem egy olyannal találkoztam, amelyiket a vízbe érve, akár még fél óra, egy óra múlva is nem oldódott, különösen a hideg vízben. A másik ilyen probléma még, ami elő szokott fordulni, és ezt sokan nem veszik észre, nem mondom, hogy kóstoljátok meg, de lehet érezni némelyik PVA-nak, hogy ilyen acetonos, meg ilyen kesernyésebb íze van, ami nem vagyok benne biztos, hogy a halak számára pozitívum lehet. Az még bizonyos esetekben riasztó hatással is lehet a halakra, és ezzel ugye hátrányt okozunk, nehezebben ugye itt az értékes bojli, értékes csalogatóanyag, amit ugye tönkre tesz a PVA-nak az a kesernyés rossz íze, vagy ellenhatása. Benne van ugye a PVA-ban a csali. Ugye ezt nagyon nem is kell kompresszálni, csak annyira kell, hogy kinyomjuk belőle. Egy picit ugye megpróbálom eligazítgatni, hogy minél kevesebb PVA-t használjunk el. Mert ugye azért ezek a PVA-k sem annyira olcsóak. Egy picit lehúzok belőle, és ugye ügyesen csak egy ilyen görcsöt kötök, és akkor itt jön a lényeg, itt megfogjátok a tövét, és szépen így meghúzva tökéletesen a végére lehet húzni. Látjátok a görcsöt, és akkor nem fog lötyögni, úgy áll, ahogy az kell. Már csak egy vágóeszköz kell, amivel elvágjuk a PVA-t. És még egy fontos dolog, mint ahogy az előbb mondtam, minden esetben én úgy teszem el, hogy ide kötök egy görcsöt. Jött a görcs, visszahúzom rá a PVA-t, és szépen visszahelyezem a tokjába, hogyha esetleg bármilyen párás, nedves idő van, akkor nem bontja a PVA-nkat. Megvan a PVA, megvan a végszerelék, menjünk akkor húzzuk be, és nézzük meg ezt a helykeresést, hiszen ezt is nagyon sokan kérték, hogy még pontosabban, még precízebben mutassam már be, hogy mi alapján választjuk ki azt, hogy hova helyezzük el a végszereléket. Na gyertek velem! Mint említettem nektek ugye az előbb, hogy minden esetben előtte ellenőrizzük a végszereléket. Mint láthatjátok, ez lebeg, tehát ez így most nem tökéletes. Kis zsebből előveszem a kis ólomkészletet, és kiválasztom a szerintem optimálisnak gondolt súlyméretet. Meg is van. És annyit teszek. Én a hóembernél ide szoktam helyezni az ólmot a tövébe a hajszerelőkének. De behúzom a tövébe, és nézzük meg akkor, hogy most már elvileg, hú, látjátok, milyen ragadós a horog, semmi baj nincs vele. És most ellenőrizzük a lebegést, és mindjárt láthatjátok, hogy már tökéletes. Ezt a végszerléket ugye most befrissítjük, és ennél az az érdekesség, hogy ez körülbelül 8 napja van már bent a vízbe. Azért tartom bent ilyen sokáig, mert nagyon jól tudom, hogy ez a csali tartós is kitart eddig. Csak ami fontos, hogy nagyon sokan arra esküsznek, hogy a vízben található egy gomba, ami rátelepszik a csalira, és van, aki abban hisz, hogy ha rajta van a gomba, akkor a hal sokkal jobban, sokkal nagyobb előszeretettel fogja elfogyasztani. Látjátok ezt, amiben nőtte a csalit? Azt gondolják, hogy könnyebben felveszi így a csalit,
mert ugye az óvatos ponty, amit már benőtt, az úgy gondolja, hogy azzal már nem lehet probléma. Az egyszerűség kedvéért, mivel láthatjátok, hogy a két szerelék teljesen azonos, könnyebb dolgom legyen, ne kelljen most kötözgötni. Erről szépen eltávolítom az előkét, és átteszem ide. Lecserélem a frissre, mert egyenlőre ez az elmélet itt megdőlt, hiszen hiába a gomba rajta, nem nagyon akarja elhúzni, de mint ahogy Laci bácsi is mondta, ugye ez most jelen pillanatban az ívás miatt nem a csalival van, vagy a gombával, vagy bármi mással a probléma, hanem egyszerűen meg kell találni azt a helyet, ahol leszik, és inkább a sekélyebb vizekbe, itt mint láthattátok, egy kicsit mélyebb volt. Jó, és meg akkor átcserélem az olmat. Ezeknek a tüskéknek köszönhetően sokkal könnyebben megállnak a part oldalon. Ugye, ahogy mutattam, nem kell teljesen rátenni, hogy könnyedén el lehessen hagyni az olmat. Jöhet a helykeresés. Ezt is nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy mi alapján találjuk meg, mi alapján keressük ki, hogy mi a jó döntés. Tehát elárulom azt is nektek, nagyon nagy segítség azért az is, hogy ugye mivel folyamatosan horgásszák a vizet, azért lehet látni, hogy hova vannak beszurkálva a kampók, tehát ilyen kampókat lehet találni. Itt, ha ugye oldalra elnéztek, ott van az a fa, és a fa oldalában ott van egy pici kampó. Tehát az se véletlenül van ott. Ezek ugye itt nagyon jó horgászok horgásznak, a nagy százalékában már mindenki ismeri jobbnál jobb helyeket, átadják egymásnak az információkat, és tudják nagyon jól, hogy melyek azok a helyek, amelyek olyan haltartóak, vagy olyan helyek, ahonnan biztosan lehet fogni előbb vagy utóbb halat. Ezeket kell figyelni, ez az egyik okosság. A másik pedig az, hogy azok a platók bizonyultak a legjobb helyeknek, ugye most vegyük ki, kivétel most ugye az ívás időszak alatt, amelyek mondjuk egy ilyen mélyebb részről, majd megnézitek, lesz itt mindjárt olyan, amilyen 4 méteres víz, és 4 méteres vízről feljön akár egészen 2 méterig, és akkor ott van egy sík terület a tetején, és onnan utána ismét letörik. Tehát ugye a víz közt, amikor jön a hal, az egy ilyen kiemelkedés, és arról könnyebben tud táplálkozni, hiszen nem kell fejen állni a halnak, hanem ugye a hasától és meg a nagy testétől oda tud férni a platóhoz, és onnan könnyedebben tud enni. Persze, ha éhes, megeszi akárhonnan, de ugye azokra az időszakokra, meg azokra a pillanatokra kell figyelnünk, amikor ugye nehezebben táplálkozni, és akkor megpróbálni, ugye, hiszen egész évben nem tudunk itt horgászni. Nézzétek, itt már emelkedik föl. 3, 2, 8, 2, 6, jövünk, 2, 1, 2, 1, 6, tessék, 1, 7. 1, 7, látjátok, és ez egy teteje, ez ott maradt, tehát vízszintesen erről imád, és mindjárt le fog törni ugyanúgy. És látjátok, jön le. Tehát ez egy nagyon jó meghorgászandó terület. Természetesen most ilyen pillanatban semmire nincs garancia, mint említettem az ívás miatt, de nekem ez egy nagyon szimpatikus, megpróbáljuk. Egyetlen hátránya, mint láthatjátok, itt van közvetlen mellette ez az akadó, de mivel nehezen tudunk kapásig eljutni, ezért most én reszkírozok, és megpróbálom letenni az akadó mellé, bízva abba, hogy ha kapásunk van, akkor gyönyörűen szépen ki fogom tudni onnan szedni a halat. És egy mozdulattal oda szépen. Látjátok, hogy kint van a litkor teteje? Így jó. Rászorunk egy kis magot. A biztonság kedvére a kampuba belehelyezem a zsinort. Abba bízom, hogy mivel innen az akadó felől fogja kapni a... Azt mondja, így van, megvan. Mivel innen az akadó felől fogjuk kapni az ütést, remélem, hogy nem az akadóba fog beugrani, hanem rögtön leugrik a mélyebb vízbe, ahonnan már könnyedén ki fogjuk tudni fárasztani. Néhány szem bolyit azért még dobok oda köré. És készen vagyunk, ezzel mehetünk is ki. Legnagyobb sajnálatomra lassan búcsúzkodnom kell tőletek, ugyanis operatőr barátom hajnali 2:30-kor indul vissza Magyarországra. A túrából még 3 nap maradt hátra, ennek a 3 nap eseményeinek a képeivel búcsúzkodom tőletek. Remélem ismét sok hasznos praktikát, ötletet, tanácsot láthattatok a filmemből, és találkozunk legközelebb is a vízparton. Sziasztok!